Oroszországban, a Doni front szakasznál jár. A második magyar hadsereg vesztesége és tulajdonképpen megsemmisülése a magyar történelem egyik legtragikusabb eseménysorú csata volt. Azonban az iszonyatos csaták és az embertelen körülményekhez képest mégis akadt jó pár olyan katona, honvédtől a főtisztig, akik bátorságukkal, kitartásukkal és jó cselekedeteikkel sok száz vagy akár ezer ember életét mentették meg. Egyikük volt Duska László százados, az osztogorszki hős. De mielőtt valójában belekezdenék a történetbe, szeretném nektek bemutatni, hogy annak idején ezek a magyar honvédek milyen egyetemben viseltek. A roham sisak, amely egyébként önmagában is már gyöktézel is elég nehéz. Nem tudom, hogy milyen lehetett a fejet viselni, de ezt már megkérdezhetjük. A köpeny, ami egyenruhaként szolgált, milyen melegnek tűnik ezen az augusztus 21. év vasárnapon, azonban az orosz télben nem volt igazán megfelelő. Leginkább a Kárpát-medencei éghajlatot tervezték, és ráadásul azt is tudta ez a kabát, különleges képessége volt, hogy 10 liter vizet magába tudott szívni. Ezért nem volt elég a nagy súlyú felszerelést hordani magukkal a katonáinak, hanem még a kabát súlyát is cipelni kellett. De ez még nem volt minden, hiszen ezeknek a magyar katonáknak egy csaknak 200 km hosszú arcvonal szakaszt kellett védeniük. Nem tudom, el tudják ezt képzelni, nagyjából Debrecen és Budapest távolsága az M3-as autópályán, még kimondani is embertelen. Azonban a megfelelő felszerelés sem mennyiségben, sem minőségben nem állt a rendelkezésükre. Nehéz ugyan elképzelni, mint említettem. Ilyen nyári napon, igaz, kicsit esik, de 1943. januárjában Oroszországban a hőmérséklet sok helyen eléri a mínusz 40 Celsius fokot. A Don folyó befagyott, és a magyar egyenruhákat nem erre az időjárásra tervezték. Azonban az egyenruhán kívül akadt egyéb probléma is. A fegyverzet egy része működésképtelenné vált a hidegben. A magyar csapatok nem rendelkeztek a megfelelő eszközökkel, az ellenséges, jobban felszerelt, a szélsőséges körülményekhez sokkal jobban igazodni képes orosz csapatokkal szemben. És itt jön a harmadik nagy pont, a létszám kérdése. Ugyanis a védelem mélységben történő kiépítésének hiánya pontosan ebből fakad. Létszám, hogy az egyenruhán kívül akadt egyéb probléma is. Ő itt például Tóth Kettő István honvéd, egy valaha 85 kilós herceslegény egy Tolna megyei kis falunkon. A fokozatos harctéri stressz, az alultápláltság és a hónapok óta tartó hideg miatt 57 kilóra folyott. 4 gyermeke várja haza. A végletekig kimerült már. A Vörös Hadsereg január 12-én ellentámadást indított Kulik térségéről. A védekező csapatokat szétszilálták, sok helyen sarokba szorították. A magyar pontokat több ponton áttörték. A helyzet Osztogorszk városában is egyre súlyosabbá vált, hiszen a lőszer és az élelmiszer egyre jobban fogyott, azonban a veszteségek egyre csak nőttek. A beígért légiúton történő utánpótlás a postoha időjárási körülmények miatt nem érkezett meg. A magyar hadsereg 13. könnyű hadosztálya, azon belül is a Duska harccsoport, egy német gyalog hadosztálya és a magyar hadsereg 10. és 12. gyalog hadosztályának részeivel Osztogorszk városába vonult vissza. Duska László századosnak súlyos döntések meghozatala vár. Százados úr, kérem! Igen! Ezredes úr, Duska százados alázatosan jelentkezem. A
Ezredes úr, alázatosan kérem, ismételje a parancsot, rossz a vétel! A helyek parancsnokság utasítása szerint az ütemes nyugati irányban végtét csöbben kell végrehajtani, amelynek utolsó hullámát tartották majd a dolgok csapatok. Megértettem, ezredes úr. Alázatosan kérek engedni. Köszönöm. Az előjáró német parancsnokság parancsa szerint kitörést kell végrehajtanunk nyugat irányba. Kitörés több lépcsőben fog megvalósulni, utolsó lépcső miatt, hogy csak magyar csapatunk. A nyugati irányba. A nyugatra indulunk, a magaslatokról mind a gép puskáztat bennünket. Ezt nem engedhetem. Az eredeti tervek szerint a német-magyar csapatoknak a másnap hajnali órákig négy lépcsőben kellett volna kivonulniuk a városból, melynek első három hullámát a német, utóvégét a magyar csapatok adották. Duska tisztában volt a helyzet súlyosságával, és tudta, hogy a parancsba adott nyugati kitörés az emberei élete árán sem tudja végrehajtani. Támadok! Ha megváltoztatja a parancsot, hadbíróság elé kerül. Sőt, halálra is ítélünk. Miért? Így nem. A semmiért veszenek oda az emberei? Ezt nem engedhet. A százados tisztában volt a helyzet súlyosságával. Azonban a súlyos helyzet ellenére is a parancs megtagadása az egyik legsúlyosabb szolgálati vétségek közé tartozott. Ezért a súlyos terhet volt Duska vállára. Mert amennyiben helyzetértékelése tévesnek bizonyult, annak komoly következményei lehettek volna mind az ő, mind az emberei számára. És akkor meghozza a döntését. Döntöttem. Télirányba törünk ki. János, intézzük meg. Értetted? Ugrai tizedes! Szereljenek föl! Hamarosan kutörünk! Engedjék meg, hogy felolvassak pár sort Duska emlékezéseiről. Sok vesztegetni való időnk nincs, mert az oroszok 800 méterre vannak. Ezért a legelső gépuskát személyesen helyezem tüzelőállásba, a vasúti töltés oldalán egy leégett teher van a tetején. A kezelő idegessége miatt magam kezdem ülni az ellenséget. A vasútvonal mellett ütés Zétási Szabolcs orvos százados, a 30. gyalogezred vezető orvosa, jobb kezén és jobb lábfején repezve rakott a sebesség. Csizmáját és készfejét előtötte a vén. Így, a hóban térdelve kötözött, egy vállán átült honvéd. Ugrány tizedes! Kitenés megkezdeni!
hadseregből 110-120 ezerből eltűnt, megsebesült, elesetett. Az, hogy nem következett be még nagyobb katasztrófa, az hősöknek volt köszönhető, mint Duska László százados. A harc nyomán szervezett sérülései által 40%-os tüdősérüléssel került hadikórházba. A tüdősérüléseiért 1943-ban felvették a tiszteletbe. Majd a tisztek megadományozható legnagyobb kitüntetéssel a magyar tiszteknek kitüntették. A második világháború után családjával Franciába vándorolt. Az ő munkájának nyomán alakulhatott meg a Torontói Egyetem tanszéke. A megmenekült katonák több száz leszármazottja köszönheti életét Duska László. Ezért döntések útján idáig jutottuk a 2022-es Szent István ünnepsége. Időutazásokat jövőre is folytatjuk, de reméljük, hogy akkor is velünk tartanak, még ha az idő nem is ilyen kegyes hozzá. Köszönjük hagyományozóinknak a kemény munkát, önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra! Thank you.